14. alkalommal hirdette meg az Egri Lokálpatrióta Egylet az Eger csillagai címért folyó szavazást. A díjjal a város kiválóságainak tevékenységét kívánják elismerni. A szervezők 5 kategóriában 3-3 jelöltet indítottak. Így van, és műsorunkban arra vállalkoztunk, hogy minden jelöltet bemutatunk önöknek, így most a 212-es számú Bornemisza Gergely Cserkés csapattal is ismerkedhetnek meg. Ebben lesz segítségünkre két gyönyörű vendégünk, Nagy Nikola és Dovák Szonya, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bele is csapnék az első kérdésbe. Sziasztok, ezt ennyit beletűzhetünk. Hát nagy múltra tekint vissza az ifjúsági szervezet, és a közösségi oldalatokon az olvasható például, hogy 1922-ben tartotta a csapat az első alakuló ülését, tehát ez nem most volt, úgyhogy kicsit menjünk vissza időben. Az időben meséljetek a kezdetekről, az elődeitekről. Így van, csak nem 100 éve alakultunk, másfél év múlva már reméljük, hogy a 100. születésnapunkat 100 fővel ünnepeljük. Egész jól tartjátok magatokat ahhoz képest. Igen, ez az elég szép, majd kérjük a receptet. Cserkésznek kell menni? Igen. Igen, bocsánat. Sok természetben járás. Így van. És ott megtaláljuk az elég szép hozzá. Szóval meséljetek egyet a kezdetekről nekünk. Igen, kezdetben a csapatunk iparos kereskedő tanoncokat tömörített a sor, majd ezután a város többi polgára számára is elérhetővé vált, illetve nyitott volt azelőtt is, de aztán nagyon sokan csatlakoztak hozzánk. Mi sem mutatja ezt jobban egyébként, hogy 1923-ban az első táborunkon még csak 30 fővel vettünk részt szánkán, az írások szerint, majd 1924-ben a 100-an voltunk már egy évre rá, illetve 1928-ból van még adatunk, amikor már 200 fővel volt. Élt a csapatunk, így van, és volt egy 40 fős fúvós zenekarunk is, akik itt rendszeresen vonultak a városban. Vannak felvételeink is erről. De jó. És utána ugye a II. Világháború után, ha jól tudom, vagy a környékén gyakorlatilag inkább utána ugye meg is szűnt, ugye államosította, mert hogy kaptatok ti valami földet is, ha jól tudom, már hogy a Cserkés csapat annak idején. Ugye? Így van, ez egy nagyon nagy előrelépés volt a csapatunk életében. 1928-ban adományozott az Egri Főegyház megye 7 holdat az ő területéből számunkra, amely itt a Berván, az Egri Berva Völgyi Cserkész Parkot képviseli ma, és ez mindannyiunk hasznára válik, már mint úgy értem, hogy be tudjuk illeszteni a nevelési célunkba is. Visszakaptátok, ugye? Mert hogy elvileg ezt államosították. Így van, tehát 48-ban az állampárt betiltotta a cserkészetet, és mint olyan mi illegalitásban működtünk tovább, majd 1988-ban folytatódhatott újra hivatalosan is a cserkész munka itt Egerben, illetve az ország többi pontján. Viharos múlt, de mit emelnézek ki mondjuk abból, hogy az elmúlt évtizedekben mik voltak a legnagyobb változások a történetetekben, Szonya? Hát, amikor ugye betiltották a cserkészetet, akkor a mi öreg cserkészeink, ők ugye illegálban ezt csinálták tovább, és ezután, ugye amikor újra cserkészhetünk, akkor ilyen régi erekjék előkerültek például. Volt, aki talán a csapatzászlót rejtegette, tehát, és ők mesélnek ilyen régi történeteket, és ahhoz képest ugye látszik a változás. De mikor csatlakoztál? Mikor lett én, a cserkész? Én egyébként nem olyan régóta, 2 éve csatlakoztam, két és fél a mozgalomhoz, tehát szerintem sosem késő. De hogyan vállalt valaki cserkészé? Korábban, ami régebben adásunkban már volt erről szó, de most biztos, hogy vannak új nézőink, úgyhogy mondjuk el. Hát én egy barátnőmtől hallottam, hogy ő cserkész, és hát gondoltam, megnézem, hogy mi lehet ez, és úgy megtetszett, hogy itt maradtam.
barátokra lehetél. Igen. Azért nézek folyamatosan a válladra, mert kedves nézők talán ezt majd nem látják, de hogy itt még sörös kupak is van, cérnál fölfűzve a válladra, ez minek a szimbóluma vagy? Ez nem azt, hogy szokták jól érezni magukat. Ez egy kepis. Ha egy üdítős kupak. És ez az életem első portyájánról van egy emlék. Ja, értem. Szóval, hogy ezeket hordjátok. Igen, ide ilyen emlékeket lehet rakni erre az oldalra. Jó, Niko, beszéljünk egy kicsit arról, hogy kik jelentkezhetnek cserkésznek. Gyakorlatilag bárki. Kortól nemtől. Ez így van, kortól és nemtől függetlenül mindenki, aki nyitott az értékeinkre és képes azokkal azonosulni, elfogadni ezt az eszmeiséget, illetve a cserkész életmódot felvállalni. Ez egy tényleg kortól független mozgalomról beszélünk. Tehát nagyon fontos tudni, hogy mi minden korosztálynak kínálunk nevelési célt és programokat. Tehát akár, hát van 99 éves cserkészünk is, éppen a hetekben töltötte be a 99. életévét, úgyhogy természetesen abban a korban már a korosztálynak megfelelően gyakoroljuk a hitünket, a közösséget, mi támogatjuk őket. Nagyon fontos nálatok, ugye, a cserkészeknél a hit maga. Igen, ezt tegyük már össze, hogy mitől cserkész a cserkész, mik a kritériumok. Van egy kerek definíció, ami elég jól leírja ezt szerintem 4 szempont alapján, önkéntes, tehát ahogyan mondtam, is, aki nyitott erre, bárki tud csatlakozni hozzánk. Vallásos alapunkon nyugvó mozgalom, ugyanakkor, aki éppen nem aktív vallásgyakorló, őket is fogadjuk nagy szeretettel, és általában az a tendencia, hogy a közösségben vallásgyakorlóvá válnak. Majd ifjúságnevelő mozgalom vagyunk, és pártpolitikától függetlenek. Ez is nagyon fontos. Szonya, nálatok a családban volt cserkész? A dédpapámról kiderült, hogy ő cserkész volt, de... De ez már csak akkor, mikor te cserkész voltál, nem? Igen, és ez már csak akkor, és ő már sajnos nem él, szóval erről nem tudok vele beszélgetni, de a dédmamám viszont igen, és ő mesélte, hogy a dédpapám annó még járt is gyűlésekre. És a szülők mit szóltak hozzá, amikor te azt mondtad otthon, hogy te nem különböző csajos klubokba akarsz menni, meg nem ide, meg nem oda, te cserkész szeretnél lenni? Hát igazából... Jól fogadták, nem lepődtek meg annyira szerintem. Meg aha, ebben csak támogatták. Igen, támogatták. Jó ötlet. Abszolút. Mindenképp. Igen, csoda jó, csoda jó. És hogyan kapcsolódtak a városi rendezvényekhez? Több civil szervezettel is együttműködünk, itt Egerben az EGRI civil kerekasztalnak a tagjai vagyunk, illetve... Hát, hogyha átgondolom az éves programtervünket, akkor szeptembertől van az Eger civil ünnepe, ebbe az esemény sorozatban is beszoktunk kapcsolódni, továbbá a Fákies király köszöntőbe is beszoktunk kapcsolódni, valamint a megemlékezésekben is beszoktunk kapcsolódni, ott is ennek is aktív részesei vagyunk. Igen, és van néhány szervezet, akikkel együtt működünk, ilyen például az EGRI Vakok és Gyengén Látók Integráló és Sport Egyesülete, velük több programunk is volt, illetve pályázatokon is részt vettünk az elmúlt évben. És szerveztek táborokat is, ugye, hisz annak aprópóján voltatok talán 2 hónappal ezelőtt a vendégeink, ugye, amikor arról beszéltünk, hogy a tábort szervezik, erről meséljetek egy kicsit, jó? Mi is ez a tábor, mi a lényege, és miért hívtátok ezt életre? A cserkész tábor az a cserkész munkánknak a csúcspontja, szoktuk mondani, mert hogy egész évben erre készülünk az őrsökkel. Szonya egy őrsvezető, úgy kell elképzelni, neki van egy kis őrse, nekik megvannak a saját nevelési céljaik, egy próbarendszer mentén haladnak, vannak módszertani eszközeink, amivel a gyerekeknél elérik azt, hogy a bizonyos céluk teljesüljenek, és igazából a cserkész tábor arra szolgál, hogy ott több időt együtt eltöltve ezeket a megszerzett ismeretanyagokat kamatoztatni, elmélyíteni tudjuk. És gyakorlatilag a legnagyobb szintere a közösségünk tevékenységének a megéléséhez. De jó. Szonya, azért te most így Nikol elmondta, hogy egész jó karriert futottál be, ha lehet így igen, mondani. Igen, két év után már őrsvezető vagy. Hány őrsötök van? 12 jelenleg. Jelenleg 12 őrsben vagytok 92-en, és szeretnétek 100-an lenni. Úgyhogy hölgyeim és uraim, még 8, minimum 8 cserkészt várunk, és keresünk, hogy 100-an ünnepelhessétek majd a 100 éves fennállás. Ugye jól gondolom? Igen, igen. Szóval, hogy akkor ez egy, lehet azt mondani, fényes karrier? Hát igen, talán. Hogy lesz valakiből őrsvezető? Hát
el kell határozni, hogy akkor te ebbe az irányba el szeretnél indulni, és akkor ezt jelzed a csapatparancsnoknak, hogy van benned egy ilyen elhatározás, és akkor el lehet menni, különböző kerületekben szerveznek vezetőképző táborokat, és ez egy egész évet felölelő dolog, és vannak előhétvégék, és aztán a végén van egy tábor, ahol, ami szintén ilyen olyan egy cserkésztábor hosszúságú, és akkor ott, hát ez igazából ennek a képzésnek a nagy része ilyen titkos, szóval ezt nem nagyon mondtam el, de ebben ki lehet tanulni az őrfötés csinyát, bínyát, és ezután már. És az utánpótlás egyébként mennyire biztosított, vagy szükségetek van toborzásra? Most, hogy itt Levente bemondta a kamerába, hogy tehát ilyen alapon, vagy ti is foglalkoztak külön ezzel, hogy reklámozni magatokat kvázi? Szeptemberben az Eger civil ünnepén, az egy helyszínünk hagyományosan már hosszú évek óta, ahol mi toborzó munkát folytatunk, nem túl rámenősen, azt mondanám inkább. Az idei évben talán jobban megcsíptük ezt, és egy nagyobb létszám növekedésnek lehettünk a tanúi, meg az élvezői is most már. Eddig azért nem végeztünk tudatos toborzást, vagy olyan szinten tudatosat, hogy arra készültünk volna nagyon-nagyon, mint például idei évben, amikor már volt nyílt napunk, és tényleg programokkal készültünk, mert nem volt elég vezetői kapacitásunk. Ugyanakkor most eljutottunk arra a pontra, hogy elég sok vezetőt tudunk. Hát már most 4-5 éve folyamatosan tudunk egy-két őrsvezetőt delegálni a Magyar Cserkész Szövetség különféle képzéseibe, illetve segédtisztünk is van már bőven. Hát akkor gratulálunk még egyszer a jelöléshez, és mint minden jelöltnek szurkolunk, és hát a nézőket meg arra buzdítjuk, hogy mindenképpen szavazzanak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.